Hideg zuhanyként érte az országot tavaly, hogy a háború miatt egyik napról a másikra drasztikus mértékben nőttek az energiaárak. A rezsicsökkentésnek köszönhetően a lakosság az otthoni számlákat fizetve ebből szinte semmit nem vett észre. A boltokban vásárolva viszont annál inkább. A vállalatok ugyanis akkora megemelkedett kiadásaikra hivatkozva többet kértek a szolgáltatásaikért és a termékeikért, mint korábban. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, hasonló jelenségre idén nem kell készülni. Beréti Zsolt ezt azzal indokolja, hogy a mostani szezonra már jóval korábban, hónapokkal ezelőtt leszerződtek az ügyfelek a szolgáltatókkal. A földgáz szempontjából azt lehet elmondani, hogy Európában mondjuk egy hónappal ezelőtt a mélyponton voltak az árak. Én 29-31 euró között volt, a Hollandiában mérik, ennek ott van kvázi a delivery pontja, a 1 megawatt órányi földgáznak az ára. És ez valamennyit emelkedett, de most is viszonylag normális áron, tehát 33 euró körül van. Azt kell tudni, hogy az európai gáztározók azok rekordméretű vagy mennyiségű feltöltéssel rendelkeznek, illetve teljes gőzerővel dolgoztak azon az elmúlt időszakban, hogy az LNG kapacitásokat azokat megnöveljék. Itt hosszú távon inkább az a kérdés, hogy akkor a keresleti oldal lesz-e majd az LNG-re, hogy kínálati oldal tudja-e majd ezt produkálni. Tolnában az iparkamara elnöke szeretné elérni, hogy a tagjaik jövőre már közösen vásárolhassanak elektromos áramot és gázt. Ezzel jelentős kedvezményhez jutnának. A kezdeményezéssel a nagyobb cégek is jól járnának, de leginkább a kis vállalatokat segíteni, hiszen ők egy-egy komoly fogyasztónak kikalkulált áron juthatnának így energiához. Most annál a résznél tartunk, hogy megkérdezzük a vállalkozásokat, hogy van-e igényük arra, hogy közösen szerezzünk be energiát, és ha van igényük, akkor milyen időszakban, mennyi energiára van szükségük, és milyen energiából, tehát földgázból, vagy áramból van szükségük energiára, és ha ezeket a kapacitásokat összeszedtük, vagy igényelt kapacitásokat, akkor tudunk elmenni a kereskedőkhöz, és azt mondjuk, hogy kérünk szépen ajánlatot arra, hogy mennyibe kerülne a földgáz vagy az áram ára, ekkora mennyiség megvásárlása esetén. A tervek szerint tehát a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara tagjai jövőre már kedvezményesen juthatnak energiához.